Az utóbbi évek sikeres fejlesztései után idén az autóiparnak nehéz éve van, de a talpon maradásban a kormány is segített, mondta dr. Keszter Róbert, a Continental Automotive Hungary Kft. Budapesti gyárának ügyvezetője. 2020 a világ autóipara számára egy nagyon nehéz év. Egyrészt autóiparunk egy nagy átalakulási folyamat közepén van, amely rengeteg ráfordítást igényel. Másrészt a világ minden gazdaságát érintő pandémia nálunk is kétszemjegyű árbevétel csökkenést okozott. Ebben a helyzetben a magyar kormány partnerei segítségére sietett, ami a mi esetünkben konkrétan azt jelentette, hogy a kutatófejlesztő tevékenységet végző mérnökeink bérköltségének egy részét a kormány átvállalta, másrészt lehetővé tette a rövidített munkavégzést, és a munkatársainknál így kieső jövedelmet pótolta. Ezek a támogatások segítettek a vállalatoknak abban, hogy talpon maradjanak, és segítettek megtalálni mindenkinek saját válaszait az új helyzetre. A legjobb válasz az előretekintés. Ha előretekintjünk, azt látjuk, hogy vállalatunk versenyképességét, munkatársaink kompetenciája, termékeink minősége és folyamatunk hatékonysága határozza meg. Az autóiparban most zajló átalakulásból azok a cégek fognak győztesen kijönni, amelyek képesek versenyelőnyt kovácsolni a digitalizáció adta lehetőségekből, mind termékeik és szolgáltatásaik minőségének javításában, mind pedig folyamataik egyszerűsítésében. És mi a Continentalnál ezt tesszük. A Continental Automotive továbbra is bízik Magyarországban, a magyar munkatársak elkötelezettségében és szakértelmében. Ennek jeleként további beruházásokról döntöttünk. A következő 18 hónapban több 10 millió eurót fogunk beruházni Budapest és Veszprémi telephelyünkbe versenyképességünk további fokozására. Ezek a beruházások új termelőeszközök beszerzését jelentik, amelyekkel tovább haladunk jövőképünk a balesetmentes közlekedés megvalósítása irányába, és tesszük mindezt önvezető, internetre csatlakozó és elektromosan meghajtott járművek rendszerének fejlesztésével és gyártásával, amelyekhez inspiráló technológiákat használunk. Az előretekintés 25 milliárd forintos fejlesztés Kőbányán és Veszprémben. A végcél önvezető, internetes csatlakozó és elektronikusan meghajtott járműrendszerek gyártása. Mindez Kőbánya gazdaság történetéből is következik, vélte D. Kovács Róbert Antal polgármester. Kőbányára mindig jellemző volt az alkalmazkodó képesség. Valamikor az 1400-as években követ bányáztak ezen a területen, és ez a kőbányászat, mikor már kevéssé volt sikeres, akkor bort tároltak a pincékben, megjelent a szőlőtermelés, majd amikor a járvány egy sajátos növénybetegség a szőlőket elpusztította, megjelent a sör, megjelent az élelmiszeripar. Trianon után nem keseregtek dréherék, hanem a korábban sörös fogatok húzására kialakított istállókba marhákat helyeztek el, megalakult a teipar, csokoládéipar, majd ezt követte a képzés, szakképzés, megalakultak azok a szakképző intézmények, amelyek a szakképzett munkaerőt is tudták biztosítani. De azt gondolom, ez nem lehet másként napjainkban sem. Amikor olyan kihívások előtt állunk, amelyet például egy világjárvány okoz, vagy akár egy gazdasági átalakulása, technológia átalakulása, akkor erre úgy kell reagálnunk, ahogyan elődeink tették. És sikeresen tették. Én bízom benne, hogy mindaz a támogatás, amelyet a kormány biztosít ehhez az átalakuláshoz, a változáshoz, a fejlődéshez, fejlesztéshez, az támogatja ezt a folyamatot, mint ahogy az önkormányzat tevékenysége is, hiszen akár a szabályozási környezet rendezésével, akár az infrastruktúra fejlesztés biztosításával mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy akár a Continental, vagy akár más Kőbányán megtelepedő multinacionális vállalatok sikerre vigyék tevékenységüket. A járvány és a világgazdasági visszaesés idején a bejelentett beruházás győzelemnek minősíthető, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, majd ezt indokolta is. És szerintem azért nem túlzás nagy győzelemről beszélni,
mert ez a beruházás 25,6 milliárd forintos értéket képvisel, 25,6 milliárd forint, amellyel a Continental 4127 ember munkahelyét védi meg Budapesten és Veszprémben. Ezért a kormány úgy döntött, hogy 7,7 milliárd forintos vissza nem térítendő készpénz támogatást biztosít a Continentalnak. Annak a Continentalnak, amely 3 évtizedes történelemre tekinthet vissza itt Magyarországon. Jelenleg 7 gyára, egy logisztikai és egy fejlesztő központja van hazánkban. És ugye az autóipar magyar gazdaság gerincoszlopa, ezért fontos, hogy úgy, ahogyan a hagyományos autóipari időszakban, úgy a modern elektromobilitásra épülő autóipari korszakban is Európa fellegvára lehessünk, és ezen célkitűzésünk eléréséhez képvisel nagyon nagy hozzáadott értéket a Continental összességében, és a Continental ma bejelentett beruházása is. Egyébként a Continental magyarországi jelenléte nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy amíg 2010-ben, tehát 10 esztendővel ezelőtt, az autóipar éves termelési értéke 4000 milliárd forint volt, addig tavaly már 9500 milliárd forintos termelési értéket állított elő az ágazat, tehát 2,5-szeresére növekedett az autóipar mérete Magyarországon 10 esztendő alatt, és hogy mennyire versenyképes a magyar autóipar nemzetközi összehasonlításban, azt mutatja az a tény, hogy bár a világon csak 92. helyen állunk lakosságszám tekintetében, de a 19. legnagyobb autóipari export az Magyarország nevéhez fűződik, és az autóipar az elmúlt években mindig hozzájárult ahhoz, hogy 6 éven keresztül meg tudtuk dönteni minden egyes esztendőben a nemzetgazdasági beruházási rekordot és az export rekordot is. Úgyhogy a Continental egy német vállalat, persze most ezzel olyan nagy titokról nem rántottam le a leplet, de a Continental újabb magyarországi beruházása tovább erősíti a magyar-német gazdasági kapcsolatokat. És a Magyar-Német Ipari és Kereskedelmi Kamara folyamatosan szondázza, monitorozza a Magyarországon működő német cégeket, és a cégek 60%-a most már a következő egyéves időszakban helyzetének javulására, üzleti helyzetének javulására számít, ami óriási dolog a világjárvány mostani időszakában. Végezetül kérem, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Continental magyarországi vezetőinek, akik minden esetben kiálltak a vállalaton belül azért, hogy Magyarországra jöjjenek az újabb és újabb beruházások. Köszönetet mondunk a Continental 6 magyarországi gyárában, egy logisztikai és egy fejlesztőközpontjában dolgozó valamennyi munkatársnak, akiknek a munkája nélkül nyilvánvalóan a Continental nem lenne ilyen sikeres Magyarországon, és most is egy ilyen globális gazdasági helyzetben nem Magyarország mellett tették volna le a voksukat. Azonban a Continental eddigi működése, a vezetők elkötelezettsége és a Continental munkatársainak szorgalma, munkaszeretete és teljesítménye nyomán ez a nagy beruházás most több mint 25 milliárd forint értékben Magyarországot választotta. Ezért jár a köszönet és a nagyra becsülés önöknek, arra pedig tisztelettel megkérem önöket, hogy ezen köszönetünkről és nagyra becsülésünkről biztosítsák valamennyi munkatársukat. A 25 milliárdos Continental Automotive fejlesztést tehát másfél év alatt tervezik megvalósítani.